Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Röviden elmondanám újra, hogyan jutottam el ehhez a forráshoz. Az anyukám 2002-ben halt meg, és a Biblia, a hitem, a Jóisten segített nekem. Ezért még mindig nagyon hálás vagyok. Annak idején kerestem valahogy a kapcsolatot, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és észrevettem, hogy a nyaklánc kimozdul, mint egy ing a bizonyos szavaknál vagy mondatnál. És így kaptam üzeneteket a Bibliából, és gondolatokat is kívülről. Így van nálam ez a kommunikáció. Hogy milyen üzenetet kapunk, azt nem tudom, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni. Tehát kíváncsi vagyok én is. Jelenleg sok a munkád, vannak feladatok, és még lesz egy új feladat számodra a közeljövőben. Valaki közeledik hozzád, beszélni fog veled, lehet, hogy ez most az új feladat, amit meg tudsz oldani. Ügyelj most az anyagiakra, de vannak lehetőségek, hogy az anyagi helyzet javuljon. Hamarosan lesz egy meghívás, vagy egy ünnepség. Ha részt veszel ezen, ez jót tesz neked. Vannak jelenleg béke tárgyalások, de ezt nem közlik veletek, hiszen sokan akarják ezt a háborút. Fogva érzed magadat, hiszen nem tudsz ellene semmit tenni. Légy még kicsit türelmes, de minden jól fog alakulni.
Van két férfi, két személyiség, és tárgyalnak egymással. Ez lesz majd a megoldás, hiszen itt béke tárgyalásokról van szó titokban. Sokat lehet tanulni ebben a helyzetben, de legyen meg a hited, hogy minden jól alakul. Ami téged illet, legyen meg a büszke tartásod. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.